Eladom a házam. Elköltözöm a magyar fasiszták nyomása miatt. Hirdeti a tábla Vajdaságban az autópálya topolyai lejáratánál már november 29-e óta. Ennek közvetlen közelében kommunista jelképekkel hirdeti egyesületét a magát antifasiszta mozgalomnak nevező civil szervezet. Az önkormányzat az állami felügyelőségnél kérvényezte a tábla eltüntetését. Az azonban még mindig ott van. Elítéljük, tehát erről más nem tudok mondani, esetleg annyi, hogy szomorú dolog. Ez egy olyan környezetben, ahol nagyon sok nemzet együtt és egymás mellett él és együtt élnek. Tehát nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a toleranciára. A Vajdasági Magyar Szövetség mélységesen elítéli magát a jelenséget, az elkövetőket és azokat is, akik ezt megengedik. Ez az állapot tűrhetetlen, hogy ez a tábla ott van már hosszabb idő óta, nem először került oda, és a megoldás szerintünk abban van, hogy a rendőrség, az ügyészség teszi a dolgát, a felügyelőség teszi a dolgát, és egyszerűen eltávolítsák azt a táblát. A párt szerint ez a helyzet egyértelműen kárára van nem csak a magyar közösségnek, hanem Topolya egész lakosságának. Az ügyészség nem nyilatkozik az ügyben. A feljelentés ellenére a tábla még mindig az út mentén van.